Magyarország nagyjából 10 milliárd köbmétert földgázt használ fel évente. Ennek 80%-a zömében orosz eredetű importból származik, és csupán 20%-a, mintegy 2 milliárd köbméter a hazai kitermelés. Paks után a második legnagyobb erőmű Magyarországon. Körülbelül 15%-át a magyar elektromos áramtermelésnek ez az erőmű biztosítja jelenleg. Az erőmű jelen pillanatban azt tervezi, hogy például hulladékégetés, illetve 500 megawatt energiatermelésre szolgáló földgáz alapú energiatermelésre tér át. Ezek a hazai földgáztervek is bedőlnek a földgázzal kapcsolatos tévhiteknek. Az első tévhit az, hogy a szénről gázra való átállás érdemben csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátást. A földgáz gazdasági szerepe és népszerűsége világszerte növekszik, amelyet tovább erősít az a hamis kép, hogy a kőszénhez és a kőolajhoz képest ez a legtisztább szénhidrogén, amit felhasználhatunk a megújuló energiákra való gazdasági átállás elősegítésére. A földgáz valamelyes tisztább, de a láng mutatja, hogy pontosan ugyanolyan széndioxidot bocsájt ki, mint az egyéb fosszilis tüzelők. A földgáznak igen jelentős része metán, ami akár 80-szor is jobban terheli a légkört. Az elmúlt évtizedek bizonyított metán szivárgásai és a különböző kártékony kitermelési módok erősen rácáfolnak a tévhitre. Ugyanis a földgáz kitermelése, szállítása és felhasználása során jelentős mennyiségű metán kerül a légkörbe, ami ráadásul a széndioxidnál is sokkal erősebb üvegházhatású gáz. Ha tehát a metán kibocsátást is beleszámoljuk, akkor a szénről földgázra történő áttérés nem eredményezi az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését. A második tévhit, hogy a gáz nélkülözhetetlen a villamosenergia hálózat megbízható működéséhez. A szél és napenergia a hálózaton belül valóban kiegyenlítést igényelnek, melyhez a földgáz jól használható. Valójában viszont más kiegyenlítő, de tisztább megoldások egyre versenyképesebbek a fosszilisokkal szemben. Ilyen például az akkumulátoros tárolás, az áram és hőrendszer átjárhatóságának biztosítása, illetve a hálózat fejlesztése keresletoldali szabályozással és a digitalizációval. A harmadik súlyos tévhit, hogy a földgáznak nincs gazdasági kockázata. Valójában a földgáz infrastruktúra fenntartása és bővítése rendkívül költséges. További tény, hogy a gázkészletek fogyóban vannak, a gazdaságok energiaigénye viszont egyre nagyobb. Ez a folyamat végeredményben a gázárak növekedését vonja maga után. Az új földgáz infrastruktúra beruházások szempontjából az egyre magasabb gázárak megtérülési kockázatot jelentenek. Sőt, rögzítik a gazdaság fosszilis függőségét, csökkentve ezzel a hosszú távú energiabiztonság megteremtésének esélyét. A negyedik felmerülő tévhit, hogy Magyarország olcsó gázt vásárol Oroszországtól. Az energiaválság kezelésében a magyar kormány az orosz gáz mellett foglalt állást, amit az ahhoz már meglévő infrastruktúrával és a gazdasági szerződések szempontjából megbízható orosz partnerrel indokolt. Az új gázszerződés részletei titkosítottak, viszont a megjelent elemzések szerint ez nagy valószínűséggel nem jelent olcsóbb gázbeszerzést Magyarországnak. A számítások alapján feltételezhető, hogy az állam egy-két hónapos eltolódással, de piaci áron jut hozzá a gázhoz, és ezt az állampolgárok adójából befolyt pénzekből fedezi. Ez szerint tehát a magyar lakosság ugyanúgy a válság előtti földgázár többszörösét fizeti, viszont nem közvetlenül a rezsiköltséggel, hanem közvetetten az állami adókon keresztül. A jelenlegi geopolitikai folyamatok mélyen érintik Európát, és ennél is komolyabban Magyarországot, ahol a lakosság több mint háromnegyede gázzal fűt. Amit tehetünk, hogy felgyorsítjuk az energia átmenetet, sürgősen korszerűsítjük a nem megfelelően szigetelt épületeket, felgyorsítjuk a környezetbarát energiaforrásokra való átállást, és takarékosabban használjuk a gázt. Hogyha Magyarország célja az energiafüggetlenség, akkor mindenképp a megújuló energiákra kell alapoznunk az energiatermelésünket, ugyanis ha ezt nem tesszük, akkor importfüggőségünket tovább növeljük. Azonban még mindig 3,5 millió az ilyen családi házaknak a száma. Ha belegondolunk, hogy ezeknek a szigetelésével, a megfelelő nyílászárókkal, alsó, felső, külső szigeteléssel, illetve a fűtés korszerűsítésével mennyi gázt lehetne például megtakarítani, az annyi, mint Magyarország teljes hazai gáztermelése, körülbelül 2 milliárd köbméter évente. Ezért szükséges, hogy a lakóépületek energetikai felújítását, hőszigetelését, nyílászáró cseréjét és fűtés korszerűsítését uniós, illetve hazai források támogassák. Tehát ez azt jelenti, hogy a különböző operatív programokban, helyreállítási tervben sokkal többet kellene a családoknak, háztartásoknak
ezekre a felújításokra kapni. A gázfogyasztásunk csökkentése és hosszú távú megszüntetése segíteni fog abban, hogy a következő nemzedékek számára egy biztonságosabb, élhetőbb országot és környezetet hagyjunk hátra. Szintén fontos cél, hogy amikor a gázára már megfizethetetlen lesz a jövőben, akkor télen ne csak a leggazdagabbaknak legyen meleg a lakása, hanem mindenkinek.